Egyelőre szerintem igen. Jónak tűnik. Azt mondtam, hogy igen. Vagy nem tudom, még nem látok cseket. Hopp! LD, szia LD! Mennyire más ruhában van minden? Megyünk? Jó a stream? Megy minden? Egyelőre még csak LD-t látom. Igen, ilyen a szó. Lehet valami nem jó? Gyorsan ránézek. Köszönöm. Várjál, mert lehet, hogy nem megy. Mamány, majd tényleg. Hopp, most! Ez a... Most ezt a csöcsöt látják ők? Kacia, ezt látják ők, ezt látjuk mi. Akkor ilyen nagyban is színesben látott, de... Igen, nem nagyon jó. A, amit a csat látott, csak. Na sziasztok, most jó minden? Szia Kókusz, szia MGV-n, Kacia. Sziasztok. Edzak, Niki. Ennek Medúz, Balú. Kristóf, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást. Ne haragudjatok, nem tudtam az alertet megoldani. Köszi. Viszont nézd, most az arcomon van, ezért mondtam, hogy amúgy kinyomnám a csetet. Szóval minden, hogy próbáltam megoldani az alertet, hogy kisebb legyen, de nem sikerült. Hát... Nem, én azt hittem, hogy eldől a kamera, és megijedtem, de csak a kezem. Én fordítottam el. Kicsit olyan az alert hangja, mintha a mikrofonban hallanám. Hát az... Hát mondjuk elvileg ki ne hallanatok máshogy is. Bocsi, hogy rágozom, csak most lángosoztunk. Isteni lángos tettünk. Nagyon jó. És nagyon fokhagymással lehelletem. Magamban zavarom vele. Szerencsére ők nem értitek. Szia, bácsiak. Szerencsére ti nem értitek. És itt van mindenki. Aha, Attika. Sziasztok! Elindulhatunk, Merci. Körbe tudom forgatni? Nem, ez a max. Akkor ketten vagyunk. Itt a társaság része. Igen, Dávid, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szábort, köszönöm szépen a támogatást. Jó kirándulást, Nóbma 8 kis tegnap is itt szépen, Dávid, mert itt van Barbie, Angis és Klau is, fagyikázna. Köszi Balú a 100 bitet, most legalább van alert. Köszönöm szépen a hype-onatot, nagyon cukik vagytok. Szia, Csuki! Na, itt vagyunk Szovátán, és ezt egyébként ti mondtátok, mert mi is gondolkoztunk Szovátán, hogy eljöjjünk, de végül úgy döntöttünk először, hogy nem, utána tegnap ti mondtátok, hogy mindenképpen jöjjünk el, mert csodaszép hely, és tényleg halljátok, gyönyörű. Eddig, amennyit láttunk a városban, nagyon-nagyon szép. Szia, Renike! Úgyhogy alig várom, hogy nektek megmutassam, itt van mellettünk a medvetó, ami egyébként arról kapta a nevét, hogy olyan, mint egy kiterített medve bunda, mert ugye? Ha jól mondom, igen, felülről. És nagyon magas a sótartalma, ami ugye ilyen gyógyító hatású, gyulladás csökkentő például, meg nagyon sok pozitív hatása van. De most én akartam átölni, de ez is így is jó. De amúgy szerettünk volna úszni a tóban, de nem hát tudunk. Nem. Elhoztuk a fürdőruhánkat is, aztán a kocsiból telórá kerestem, és láttam, hogy nem lehet csak nyáron. Igen, csak nyáron nyílik olyan hot tub stream lesz. Nem hinném, hogy lesz végül hot tub stream, tegnap volt egy ilyen kursz ötlet, de nem hinném. Úgyhogy most... Vagy azt is meséld, hogy milyen jó utakon jöttünk át. Hát sajnos nem találtam meg a deszkát, szóval nem lehetett. Igen. Nagyon-nagyon jó utakon jöttünk át, ilyen kis falvakon, és gyönyörű egyébként Erdély, amennyit eddig láttunk belőle. És nagyon ilyen random vicces dolgok voltak a kis falvakban, hogy egy tetőn volt egy karácsonyfa, random lovak legelnek így házak előtt a faluban. És a éppen ADHD-s, és valami TikTok táncot akar, hogy tanuljunk meg, vagy nem tudom, mi történik. Húha, nagy ADHD-sik, azt mondtam, hogy tanuljunk meg egy táncot. Húha! Tehát, hogy így pöröksz rajta, nagyon biztos. Mit látok az Attinak, hogy volt a színapad? Ja, igen, Attinak ma volt a színapad. Ja. Nekünk is azt mondták, hogy néha szoktak meg medvék is fürdeni benned, de nem tudom, hogy igaz-e. Nem tudom, mert szoktak szerinted néha ebben a tóban fürdeni a medvék? Hát ma majdnem fürödtél benne, szóval majdnem megtörtént, de átfogom. Gondolom, hogy belemehetnek, ha szeretnének, de el van kerítve a medvészet. De el van kerítve, hogy nem fizetnek. Én vagyok, bocsánat. Na már megint flexel, nem bírom. Szia, burgonya. Egy cinta klóval. Szia, kincső. Jaj, ezek normális dolgok, erre fele? Ja, de mi, hogy karácsonyfa van a tetőm? Szia, róka. Szia, ufó. De amúgy nem is a tetőm volt, a kerítésnek a tetejére volt felerősítve. Igen. Ott voltunk, tehát hogy egy... Tehát egy komplett karácsonyfa feldíszítve a tetőnek a szélén. Szia, Barni! Szóval itt voltál a mondat, te is? Na, tök szuper. Bocsi, hogyha ugye nem látok minden
kommentet, mert így Bali nehezebb. Szia, Luca! De hallottam. Ja, még nem veszi érthetek. Köszönöm szépen. A szünapi kívánságokat, cukik vagytok. Na és nagyon fontos, hogy a tegnapi stream már elérhető amúgy a szabosoknak a Twitch-en. Viszont én majd csak pénteken tudom ezt megvágni. Szóval hogy pénteken vagy szombaton, amikor már otthon leszek, akkor tudom feltölteni a YouTube VOD csatornára. És tegnap nem volt jó az alert, úgyhogy ne haragudjatok, hogy semmit nem köszöntem meg. Nem azért, mert bunkó vagyok, hanem azt hittem, hogy nem jött. De nem, rossz volt az alert, pedig előtte teszteltük, és jó volt. Úgyhogy lehet, hogy most is be fog repálni. Szia, Alfonesz! Itt apkolt a végére, mikor kezdődött, nem indult el nekem. Amúgy nehézkesen indul, de most legalább megy. Na, úgyhogy most elkezdünk a tónál sétálni. Úgyhogy mehetünk is felőlem, mert most fagyisztak a többiek. Meg, ha itt jártok, Levi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100 bitet, nagyon aranyosan köszönöm szépen, szia Bendi. Ha itt jártok, itt mindenképpen lángosozzatok a medvetó mellett, mert is finom volt. Ez üres, ezt berakom. Nem, mert ti három sinálgolni. 23 vagyok, amúgy bárki kell lesz. 29. Micsoda? 23. 29, nagyon vér. Ja. 42 éves lett, tessék. Köszönöm szépen, nagyon finom volt a lángos, köszönjük. Viszontlátásra! Iha, nem láttam ezt a szabot, de nem tudom miért így, nem... Osztos! Most egy kicsit megvakultam. Na most semmit nem látok a képernyőből. Megmutatom nektek a tavat. Nem láttam sajnos ezt a szabot, de nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatást. Igen. Hú, most nem látok semmit a képernyőből. Na, odassatok! Itt a tó. Ez itt a kert, itt a tó, igen. Gyönyörű ez a medvetó, és akkor ez itt a strand, ahol szeretünk volna strandolni, ugye hoztunk fürdőruhát is, de sajnos ez nem lehetséges. Nem tudom, mi ez az épület, gondolom a strandhoz tartozik, és ez a rész le van zárva, viszont mint láthatjátok, így körbe lehet sétálni, vagy nem tudom, hogy teljesen körbe, de ott fogunk sétálni, az a lényeg most. Nem baj, hogyha benne megy a Merci képébe. Nem az a lényeg. Na, egyébként itt van a lángosozó, úgyhogy ide majd gyertek el, már nagyon fincsa volt. Minecraft alapján nevezték el. Mi? Miért? És miért medvettó? Szia, Mati! Elvileg azért, mert hogy felülről olyan, mint egy kiterített medve bőr. Én ezt olvastam a neten. És most kérdezed, hogy azt mondanám, hogy olyan, mint, nézzétek, ilyen, és így, mire ide tennéd a kamerát, már így feküdnék a földön. Bobby. És nagyon nagy, magas a sótartalma, szóval azért jó benne fürdeni, mert egészséges, gyógyító hatása van. Amikor mi voltuk, akkor a lábam mellett csúszott el egy sikló, azt akkor izgalmak lesznek itt. Újítani akarják idént a medvetavat, és takarítani azért van lezárva, és még nincs transzezon. Szia, Sziki, köszi szépen az infot. Igen, illetve azt tudom, hogy tehát utána nézünk, hogy csak június végétől szokott kinyitni alapból a strand, de mi nem tudtuk, mert olyan meleg van. Nem lát, írhatunk csak a dolgot, de visszaolvasok. Itt van a Chloe is, igen, a Dorian. Szia, Házi. Na jó. Induljunk el. Még egyszer bocsi, hogyha valamit... Bocsájuk, lehet, hogy kíván, akkor kezd a streamet is. Szeretnél itt egy képet? Csinálhatunk. Jó. Egyik kezdve a stream. Én addig a streamet. Jó. Vagy ne, nem. Ne, ezt fogta... Ja, jó, én fogom így a dolgokat. Simán tudom. Aha, persze. Legalább látják azt. Sziasztok. Meg szeretnétek fogni, tessék? Csak így, ezt én nem tudom, ezt a joystickot, ezekkel van, hogy szerintem ott nem lehet. Jó, hát nem joystickozom. Ami most készül, de az Instagramon élőben. Hát itt vagyom közben. Hát így, lehet, hogy jön a kulisszák mögött rész. Aha, nem, aztán lehet, úgy fotózom. De lényeges, semmit kép lesz. Szia, csát, Márci vagyok. Mert én nem jó vagyok, Maria. Ja, nem jó. Na, Maria, hajjá. Elnecs, légy, Szia, Attila. De már Márci vagyok, nem ajtegek el, nyugi. Legalább az Adi is dolgozik valami. Így van, Attika szülnapján munkára lett fogva. Nagyon jó. Rabszolgalány. Hi! Sziasztok, nem sminkje. Hát gyönyörű vagy, Barbika. Nagyon későn keltem fel. Csoda szép, hogy nem kell smink. Hát igen, csak arra fogunk sétálni. Arra. Ne!
Ide. Sziasztok, Cset! Nem tudom, hogy... Most a Mercinél vagytok. A legnagyobb biztonságban vagytok. Nem pörög a Mercikénél. Megint nem pörög. Nem pörög. De az elején amúgy, amikor elkezdtem, akkor egy ideig magától pörög, és utána valamiért manuálisan kell. Szia, legalább biztos kézbe van, köszi. Nagyon szívesen, Max. Ati best fotós. Amúgy tényleg jól fotós. Házmester Zsa. Ősint kisminkelve. Te is biztos, hogy olyan szép vagy. Vannak modik? Vannak, miért valami baj van? Szia, Mátéka! Halló, halló, halló! Fú, amúgy helyett... Szia, Máté! Igen? Iszonytató meleg van, de hoztam a biciklis nadrágot, azt kellett volna felvenni. Menjünk a fák közül. Az ecak modi. Jó lesz. Mehetünk. Mivel mentetek ki? Hát mivel, hogy nagyon szerettünk volna jönni. Ez az első. Igen, valóm... Nem úgy autóval. Merci az apukó viccek. Igen, Ati modjával. Meg a mi autónkkal, Andrissal közösen. Atika, nézze meg, mit küldtem neki a közösbe. Mártéka mondta. Képet, meg, vagy a közösen is, hát több vetkesül végig. Ati, nézd meg, mit küldött a közösbe Máté. Mikor mi voltunk ott, akkor valahol lehetett venni költös kalácsot. Egy amin volt fagyi. Hát most próbáltunk kültös kalácsot venni, de most nem az volt. Az nincs, de amúgy itt a lángosos nem volt. Máté nagyon de tetszik, fagyis, fagyis nagyon édes. Boldog születésnapot, Ati, Márton Attila 5 kívánja. Akartok egy közös képet? Ezért nem erre születtem amúgy. Igen, nagyon ügyes vagy. Marian, most majd beszéljünk erről, én leszek a streamelőd. Jó, streamelőd. Igen. Mostantól mindig Mercilat lesz mellettem, és olvassa nekem a kommenteket. Mercil a streamer bot tartó. Akkor nincsen közös kép itt? Nincs. Nem. Jó. Max észre fel. Menjünk, nem tetszik. Visszállom. Beszélgess a nézőid. Lausta, van tiéd ez a víz? Nem. Nekem a táskámban van. Enyém a víz. Köszönöm. Na, Maria már most szemetelem, csak úgy mondom. Én mindig ott hagyok mindent, mindenhol. Múltkor egy, vennem kellett erre az útra egy új szemüveget, mert a napszemüvegemet ott hagytam valamelyik öltöző fülkébe, és nem tudom, hogy melyikben. Az edzőterem öltözőjében. Persze, az edzőterem. Úristen, sziasztok, sziasztok mindenki újonnan jövőnek. Köszönök, itt vagyunk Szovátán, de amúgy gyönyörű tényleg az egész város, vagyis amennyit láttunk belőle. És amúgy ilyenkor... Amikor streamelsz, akkor miért nem magad felé van a kamera, és miért előre? Azért, mert hogy ahhoz, hogy magamat ne nézz, hogyha most így tartom a kamerát, és magamat veszem, akkor ugye belőle mennyi látszik. Ha ugye végig így kitartom, akkor 3 órán keresztül, akkor letörik a karom. Uh-huh. És ezért néztem ugye, nagyon sok IRL streamert szoktam nézni, és akkor mindenki így, hogy így behúzom a könyökömet, és akkor így a mellkasomhoz tartom a telót, vagy hát így ennyire, uh-huh. És akkor így könnyebb a karomnak is, de hát hosszú távon így is ugye izomlázom szokott lenni tőle. Nekem mindig. Köszi, Balu, a blurkot. Side eye. Itt van egy nagyon faszak is biciklium. És ide igen. Kéne a rollere. Igen, amúgy nagyon hiányzik Barbikának a rollere. Én megkérdelem, hogy itt gurulsz le. Tegnap este, amikor lefeküdtem aludni, akkor sírtam, hogy nincs itt roller. No. Babi, mennyi mindent raktás, mert most nézem. Konkrétan tele van. Csak a cigim van benne, most a telom a kezemben van. De valami kulcsok is. Szia! Ez nem nálam volt. Jaj, Ákos! De miért nálam? Na, elindultunk a tó körül sétálni, és itt a strand, ugye? Amúgy nagy... Na, az első medve, amit látunk. Macika? Hogy hívják a... Na, Barbie, vele muszáj fotózkodnod. Nem, hogy hívják azt a macit, nagyon cuki. Balú! Nem! Marian! Melyik macira gondolsz? Írjatok macikat a chatre, mert nem tudom, kire gondol a Barbie. Barbie, boxold le! Várjál! Boxold le! Megfotózom. Nagyon sötét. Medve box. Miért? Nem a macica. Ő nem egy ló. Igen, ölel. Valaki ezt írja, Koda? Mici Mackó? Ki ez a Koda? Nem tudom. A Mackó testvére. A Mackó testvére, ha lefotóztak, nagyon cuki. Nem nagyon mozog. Hát már a Barbie meg kiütötte. Ez a maci. Megkövült, mert megijedt. Mi? Jó, igen. Nem tudom, sehogy nem tetszett magamnak, ezért mondtam, hogy nekem. Nem, medvével még nem találkoztunk, mert nem olyan helyen nem olyan helyen mentünk, ahol lehet medvével találkozni. Maci Laci. Ne? Maci, kire gondolsz? Maci Laci? Maci Laci? Nem tudom, de nem is valami bocs. Valami bocs. Már bocs. Már bocs.
nem a maszkó testvérekből? Lehet, hogy mutasd meg nekik az outfitemet, milyen. Ez egy női nem logsz bele a képbe? Az Andris Röccsel Márci képet. Nézzétek el, ezt a H&M-be vettem a női osztályt. Marz Attila 15-ször megkérdezte tőlem, hogy milyen ez a póló. És itt vannak rajta a követ. És még Erdély előtt is megkérdezte tőlem 5-ször. És a Maniaka mondta, hogy majd ő ezt el fogja lopni. De nem, oversize. Hát rajta az lenni. Igen. Tudod, ilyen nagy darab. Általában amúgy az. Már bocs! Nagyon dolog ez a kóvet. Mi csak a buszból láttunk medvét, amikor ott voltunk, de már az is para volt. Asztal, hogy ez nagyon menő. Néztem egyébként ilyen medveles helyeket, de azok nagyon messze vannak, szóval... Ez meg közel volt, azért igen. És itt felállsz, és egy bokor vagy. Szent Anna-tó körül szoktak. Igen, na az az, ami azt hiszem messzebb van. Mert így is a szállástól 2,5 órát jöttünk. Ilyen álcázurában, amiben egy bokor. Ilyen levelekkel. Penge a pólód, azt írják. Thank you. Ez nagyon vicces, hogy penge. És Ati tudja is, mit visel? Nem, miért? Ennek van valami jelentése? Ennek a láfejnek? Lehet, hogy ez egy banda. Úristen, lehet, hogy ez egy együttes? Grateful Dead. A kedvenc együttesem. Bálom a rockot. Lehet, hogy ez valami ilyen technoizik. Szia, Dandam. Barbie? Pénzses, medveles, gyertek, az nem mutatok medvét, ingyi. Lehet linkelni? Hát, arra nem tudok ugyanis így rákottintani. De amúgy lehet. Ettek már a többiek fagyit, pont mikor a streamet elindítottam. Jó, sajnos ez most körbe van így kerítve kerítéssel, de lehet, hogy ott már nem lesz talán a másik oldalon. Merre mentek majd még Marosvásárhelyre szeretnénk ezután, viszont úgy voltunk vele, hogy annyira szép ez a város. Nem fogod meg a kezünkkel, én megint nyújtom már. Ja, de cipzárom már, ez nagyon vicces. Annyira szép ez a város. Aha, ez egy zenekar, Ati. Jaj, wow. Ilyen gyűrű így. És rock? Gondolom, hogy rock. Majd az autóban őket hallgatjuk. Jó. Ha lenne, ne. Valaha. Szóval Marosvásárhelyre szeretnénk menni még, de... Azt beszéltük, hogy annyira tetszik nekünk ez a város, hogy lehet, hogy itt több ideig maradunk. Aztán el szeretnénk menni étterembe Marosvásárhelyen. Mindenképpen el kell mennünk ugye Marosvásárhelyre, mert Bence oda jön repülővel. Este. Eks! Nem, mai zenekar. Mindenhol kerítés van. Ó, az nem jó. Grateful Dead volt 1965. Hallod, Ati? Ez egy 1960... Ati? 1965-ös rockbanda. Retro. Hát ez az almimánom. Ú, de szép. Ez a tó. Ez a gyilkos tó, Merci. Látod? Ott van. Kiáll egy darab. Ha nem kell elvennünk a gyilkos tóhoz. Gyilkos medve tó. Igen. Gyilkos tó, gyilkos hát ugye gyilkos tóból is azért állnak ki a fák, mert megcsúszott a föld, és arra fele borult, és feltöltötte a természet szerintem. Szerinted? Igen, nem vagyok biztos benne. Ott is egy kis fadarab. Azon kéne egy lábon egyensúlyoz. Igen. Nem kell, köszi Sziki. Igen. Nem kell, Sziki, aranyos, hogy köszi, már kinéztük az éttermet, hogy hova megyünk este. Ajánlás volt az is. Azt ez micsoda itt? Egy edzőpark. Ez egy street. Na, Márci, akkor nyomjuk. Ez az. Hú, ez az Ati, Klau. Már nagyon hiányoltátok az edzést, úgyhogy... Igen. Na, elmegyünk ide. Van erre, mire rájössz, hogy csinálja magát? Csinálja magát. De cukik. Képzeljétek el, pont mikor mielőtt elindultunk, elindult egy nagy buszos csapat, tinikből álló csapat. Most úgy, engem látnak? Őket, igen. Ugye, csak veled egy képet. Ezt ide lerakom. Barbi, mit csinál? Na ne, ott ez... Hogy tudom? Zoomolj, rá tud zoomolni így. A Barbi ez. Jaj, túl sok zoom. Viszont! Ja, ez a lombkaron a sétány, igen. De nézd, kicsit odébb mész az Andris fele. Adadad!
Mit csináltok, Laura? Te mit csináltok? Én nem tudom, hogy mit csinál. Mi történik? Barbie mozgások van. Let's go, Barbies. Na, halljátok ezt a joystickot? Nem tudom irányítani. Nagyon-nagyon nehéz. Azért fura, mert néha a jobbra-bal, a balra az jobb, a le az fel, a fel ülj az ide. Le, de mindig üljek ide. Csak dölj neki. Felsítem magam zúzni. Annyit, hogy majd ilyen kell fogtatom. Stíló vagy inkább, vegyem le. Nem, szerintem jó. Én csak ott vagyok. A pár közben hátul. Play or game? Ez úgy nagyon szép. Igen, nagyon jó. Csak... ott a medve. Ott repül. Ott repül a medve. Nézd. Majdjátok csetnek is, megmutatjuk. Jó, ez a mutatós, ez elég cringy. Ah, ezek jók. Ott vagy, de nem zavar szerintem. Jó. Vagy nem probléma. Én köszönöm szépen. Képen. Te is szeretnél? Jaj. Nekem a Cleo fotód. Aszkom. Jassz. Délutáni Rubin Tréka edzésekben. Ha leesel, még megismerlek. No. Ja. Hogy csináljam az kinti edzőt, remegem? Nem baj. Majd de pocok valaki. Szia, Bence! Szia, Juki! A sok menő ilyen kis bányató... Sok menő ilyen kis bányató van Erdélyben. Engem kiskoromban szüleim elvittek kettőhöz pancsolni, és mind a kettőnél beleléptem egy hirtelen mély részbe. Aztán ugrott utána mindenki azóta. Úristen, nagyon vicces lehetett, mert bocsi, Juki, hogy így eltűntél, lépte egyet, és így zsuty. Igen, a medvetónál vagyunk. Milyen mély lehet a tó. Ez most nem tudom, annyit hallok, hogy segítség. Mi van? Hol vannak? Nem tudsz leszállni? Ezt nem hiszem. Azt mondja, segítség! Segítség! Akkor szia, Barbie! Szóval elvileg, nem akarok hülyeséget mondani, de mintha azt olvastam volna, egy 70 méter mély is lehet a... tó. De ez lehet, hogy... Jó, lehet. Lehet, hogy rosszul emlékszem. Vagy 70 fok van a tó mély. Valami... A föld lábája, hogy maga... Igen, elvileg nagyon-nagyon meleg lent a víz. Tényleg van itt? Na. Pont ezt írták a cseten. Én megint elhagytam a vizemet valahol. Ott van. Oda megkértem. Nem. Elmegyek. Oda nézzetek cset, hogy milyen gyönyörű. Na milyen helyre hoztalak titeket? Mit szóltok? És fullos ez az orincsnet. Mondjuk elfelejtettem megnézni, hogy tegnap mennyit fogyasztottunk belőle, azt nem ártana, mert 1200 gigát vettem. És nem tudom, ki volt itt tegnap. 5000 forint volt. 1200 giga. Úgyhogy ez... amúgy nagyon érdekes ez a pénz dolog itt, mert hogy vannak dolgok, amik jóval olcsóbbak, de vannak dolgok, amik meg ugyanannyiba kerülnek. Ami még nagyon megdöbbentő volt a matrica, hogy 10 napra valami 1200 forint volt az autópálya matrica. Kisboltban tegnap hasonló árak voltak, mint otthon, de ott sem minden. Például a sajt olcsóbb volt, mint otthon, de mondjuk a chips majdnem 1000 forint volt. De ez egy kisbolt volt. Még egy ilyen nagyobb bevásárlóhelyen nem voltunk. Pirányák vannak? Hát azt nem látom. Szia, Gríz! Azt szeretjük a meleget. Aha, az egyiknél apám bedobta a kis labdát, elkezdtem utána futni, és volt Juki, nincs Juki, másiknál az egyik úszni nem tudó ismerősömben mentem be, és ott ő lépett bele hirtelen egy ilyen részbe, és kapaszkodott belőlem a 3 éves gyerekbe, hogy hát a fenntartom, ez nagyon kis. Gríz, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást, köszönöm szépen a szabot. Mi újság? Jaj, elesek. Jövök le a lépcsőm. Nézzétek, meskodom, milyen fullos hotelek vannak. Barbie, elment most róba? Nem, korra. Ja. 1200 forint a matrica viszont nem igazán van. Nem igazán van autópálya? Az autópályák szerintem fullosak, nagyon-nagyon jók az autópályák, csak ment a minőségük. Csak hát olyan furcsán, olyan kacskaringósak. Kanyarognak. Igen, kanyarognak, kígyóznak.
Szóval az útról beszélünk, az utakról, mert azt írták, hogy... Nem olyan vészesek, mint ahogy írjátok. Azt írták, hogy a matrica olcsó, de hogy autópálya meg nincs. Megmondom, hogy Attival azt beszéltük, hogy nagyon jó a minősége az autópályáknak. Köszi a blurköt. Nagyon jó a minősége az autópályáknak, csak hogy nagyon így kanyarognak. És ugye ezért vannak helyek, ahova nehezen lehet eljutni. Megnézzük amúgy a Rósi tavat. Ja, hogy ott egy másik tó? Aha. Ezek nagyon közel vannak. Biril van, gyerekek. Biril. Hogy csináljunk majd ott? Hogy hol szeretnéd majd? Ez nem túl real. Van két perc. Ja, mert most rögtön kell ilyenkor? Ja, annyira sért, hogy elesik. Biril. Na, várjátok. Biril kell. Várjátok. Kacsa fingós, igen, házi. Várjátok. Ja, most álljunk meg. Csoportkép. Én ilyen fapofával néztem. Nice. Muti. Na, most kiteszem, hogyha kimegy. Na jó. Szóval még egyelőre nem nagyon láttunk para utakat. Az elvileg bentebb van a gyilkostó fele. Mi azért ugye annyira nem mentünk be, meg nem is fogunk, mert a tiék nem akarnak annyit vezetni. Nagyon, nagyon durva távok vannak. Oda lemenjél? Haj, de lemegyünk, megnézzük. Barbi, te csuklasz? Szia, észkijel! Majdnem elestem. Barbi csuklik. Egyetlen emléke van a medvetónál, az is, hogy bele... Dumáltam. Az az a rész, amit láttunk, Marian, szerintem itt fürödtek az emberek. Ez az a rész. Nem, az ott! Az, ahol elindultunk ott a strand. Nem, nem ez. Hát ott nem ismerted fel a strandot ott, ahol elindultunk, ami, ahol először fotózkodtunk. És ez a magyarósító? Igen. Aha. Ott fürdik egy kis kacsa. Igen. De gondolom ebbe is lehet fürdeni. Lehet, csak ez egy kicsit csövébb. Hát a kacsa is azt csinálja. Igen, ilyen kicsit csövébb, picikébb, de, de szép ez is nagyon. Betörünk. Megijedtem. Amúgy ide be tudnánk törni, nem? És nem is lenne róla bizonyíték, csak hányan vagyunk itt? 400-an. Senki nem fog szerintem. Ti jó helyeken jártok, olyan utak vannak, hogy Isten őrizzen. Igen, mi is hallottuk, de itt nem nagyon. De Isten őrizzen fordunk. Isten megőrzött. Nagyon melegem van. Igen, meleg van. Mondtam, hogy vegyél fel rövid nadrágot, karadat. Ja, nem volt. Akkor egyesre vagy jobbra? Jobbra. Nem, amúgy balra megyünk. Kincső, már annyiszor meginvitáltál magadhoz. Majd egyszer csak így beállítunk. Hol lakik? Hogy hello. Nem tudom, csak azt mondom, hogy bentebb, és hogy ő írt programokat is. Kincső, Sándor Kincső. Kincső, hol laksz? Hol laksz, Kincső? Mondtál. A címet ne írd. A címet ne, csak a várost. Vagy a megyét, vagy nem tudom. De a várost. Mondjuk itt nagyon nagy megyék vannak, nem? Maros megye is, azt hiszem, hogy hatalmas. Méri, nem szabad. Halló, rendőrség? Calling the police. Megszabadolják szegény. Azt hittem, bízhatunk bennük. Ne, fogok, én mondom. Ha, én leizzadtam. Mi van? Szedlem itt a hajáról a bogarat? Ne, az én hajamon? Nem, nincs. Ne. Mi, milyen? Mi? Egy fekete nagy bogár. Köszi, Andris! Halljátok, van velünk egy olyan férfi, aki megmeri fogni a... mármint ez most nem neked is shaming, Ati. De hogy képzeljétek el, hogy ez Andris, ami szerintem tök ritka. De jó az a motor! Azon szeretnék képet. Milyen az arca? Szóval az Andris megfogja a bogarakat, és úgy rakja ki. Ami szerintem a legbátrabb dolog most ever. Igen, én is szeretnék. Pizza King! Kézzétek el, egyszer a Barbie rájött egy Pizza King-es motorra, ami random így ott volt. Na, meghaltam. Még képzeljétek el, hogy megyek a motorommal, és akkor megy az a zene, hogy Did you boost up? Azt hittem azt mondta, hogy you see me rolling. Nincs mehet.
Én is felszeretnék ülni a motorra. Na, az az én motorom, Oh, jó, bocsi. Vagy az az nem egy, hogy karma is a bitch. And should it know better if I had a wish. De cuki vagy, Andris. Haveroddal? Never left around. Csinálsz egy képet, ahogy én motorozom? Ja, never after round. Sziasztok, chat. És nálam vagytok. Nagyon izzadtam. Ó, Marian. Nekem. Oké. Akkor sziasztok, csak már nem vagytok nálam. Na, ez benne van ez a... Ó, nem így terveztem. Valami kilógott? Nem. Csak ez. Hát ez egy Twitch-ban. Mi történik? Ja. Nézd ide. Raj vagy, tesóm. Wow, de van. Buti Maris. Buti? Hát a seggeden húztad fel a gatyát ugye előbb. Jó. Muszáj volt, mert nem tudtam felülni a nadrágtól. Klaus, mit csinál? Túrázik. Túrázik. Ő megunta. Hát nálunk ilyen egy túra. Motoros túra? Barbie, mindig így... Ez már nem keresztül. Nem tudom. Mozog. Azt írja. Ez már nem keresztény tartalom. Bocsánat. De amúgy nagyon menő, hogy Romániát így felfedezitek. Oh. Proud erdélyi moment. Oh, de cuki, ki írta? Nincs ő? Nem. Hanem... Oh. Ez az! I eat horses. Oh. Oh, ott akkor a te legjobb barátod, Barbie. Barbizok, mi a the best. Igen, milyen neve? Pindu Pandúros. Mondjuk a szerben már keresztül a kicsapibe. Nagyon szép ez a tó. Úristen, milyen csúnya színe van annak a háznak ott fönn. Lehet az őr. Ilyen menta. Ó, várjál. Ja. Almazolod a gyerekek. Hát a csat az nem látja, de ott van ilyen. Rá kell zoomolni. Kézzel zoomolj bele. Úgy ez olyan érzékeny a zoom. Ahogy? Hát a joystickkel, aha. Húj, ott látjátok. Hát de ha így nekünk mutatod, hogy nem... Ilyen zöld. Gesztustalan zöld. És most mutatok meg nekik, mert cipőd meg. Várjátok, odaadom azt. Ja, így, de... Várjál, vissza. Így. Szép! Lesz tréveli, mert cipőd meg. Ja. Enyém retkes. Amúgy méri haircut review. Micsoda? Ja? Mert most még valaki ezt írta, vagy? Igen. Ja, csak én nagyon picit vágott belőle a fodrászom. Vagy még fogod szeretni? Esik, nem. Ez fárasztó volt. Ennyi volt. Kleó, jól van, igen. Kleós el van tűnve. Amúgy igen, nem tudom, nagyon előre ment. Lehet nem akar most szerepelni, vagy nem tudom. Szóval felveszem. Szia, igen, szóval most éppen őt veszem. Jaj! Hello! Sok sor jársz ide. Jaj, nem, a kislányom vagy. Rigótó, balra. A rigatóni az a tészt, nem? Megnézzük a másik tavat is? Vagy nem akartok oda felmenni a rigótóhoz? Én nem akarom. Magasan van, nagyon? De tömte lehet mi? Hát, aha. Itt van a túlárendezés. Ha? De nem biztos, hogy felmegyünk, csak megnézzük ezt. Itt vagyunk ugye a kérdésztere. Előbb néztük a magyar ostót. Igen, és a rigótó arra van. Erre tudunk felmenni, hogyha akarunk. És arra meg kígyótó. Hát ez lehet, hogy ez így pusztulat lenne ilyen melegben, ez nagyon sokáig tart ez a lépcső, nem? Hát én az a baj, nagyon meleg van, nekem nem lenne baj. Ennyi 100 méter. És hol van? 100. De amúgy ott van. Kolozsvárra nem hinném, hogy megyünk. 970 méter. Szintkülönbség 50 méter. Szintkülönbség 50. És most el tudunk elmenni, és akkor
Még itt is van egy tanúsvény, nem? Ugye ez az igen. A... Hát akkor tudunk hallani, de arra is tökéletes. Jó, mert... Ha lesz a medve tanúsvény. Már most izzadok mindenhol, jó, az a baj, hogy nem a séta a baj, hanem a meleg. Nagyon meleg van. Ezt levegyem úgy, hogy téged veszek? Nem kell. Köszi. Hát lássák itt a szép környezetet. A Klau miért megy ennyire... Ott van, hát levődik a Barbie-ban. Ja? Na jó, megfordítom. Jaj! Hello! Várjatok? Csak egy milyen kicsit. Igen, de mindjárt megoldom. Van ilyen halszám? Úristen, képzeld el, van TikTok egy új viral valaki. Nem. Egy csajszi. Aki úgy vlogol, hogy egy ilyen selfie botja van, de ekkorára kinyitja. De nem értem, hogy nem bírják el, ez is annyira nehéz most. Vagyis hát nekem. Mikor fogtok elutazni? Marosvásárhely, Sóbarlang, Tordai Sóbarlang, és hova megyünk még? Szegesvár. Szegesvár, yes. Yes, Nagykároly, hi. Nagykároly, nem. Megyünk Nagykárolyba. Nagykárolyban lesz még stream. Yeah. Meg nem tudom, Segesvárban esetleg, vagy Ron, Segesváron. Meglássuk. Na, információs nem. Ez az. Gyíkok. Gyíkok. Házi, te imádod a tit szopatni. Mondjuk az a legjobb a tit prankelni. Jó szag van ott. Ja, mert hogy izzadt vagyok? Hát nem büdös, érzem, hogy nem büdös. De cuki vagy. Amúgy tényleg nem vagyok, most megszagoltam magam. Ott hány fok van? Mindjárt megnézem. Nagyon meleg van. Napon, amúgy biztos, hogy 26 fölött van. Itt árnyékban most nagyon fullos. Jó. Kis szellő, tavaszi. Kellemes. Kellemes. Reggel, amikor felkeltem. 19, sokkal melegebbnek tűnik. Hát már napon. Igen. Nem tudom, hogy hol mérik. Nekem most 26-at ír amúgy ide, Oszta. Igen. Na, igen. Szóval reggel ilyen 11 fok körül volt, amikor felkeltem fél 9-kor, és azóta csak felfele megyünk. És vannak a szövege is. Szóval igen, de már reggel is nagyon jó az a 11 fok. Este 7 fok volt, igen. De Andris iPhone lokációs időjárás mondója 26. A tízon pulóvér. Szia, Dani! Igen, most nem vette fel a pulóját, Ati. Az asszonyverő. Ó, nézd! Oh, na, ez nagyon menő. Sas, sólyom? Na, ez nagyon menő néz ki. Egy kidőlt fát, így megformálták egy... Hát nem tudom... Mert szerint egy sólyom. Szerintetek mi az? Nagyon menőn néz ki. Na most nem írjátok, hogy gyilkos kullancs! Csak vízből, hogy official, hogy vízből írodott, és marketing maga Jojo mondta. Én azt hallottam, hogy kiderült, hogy ezt amúgy Miley Cyrusnak írták ezt a dalt. Még annó. 2010-valamikor. Jajaj, itt ez nagyon meredek, basszus. És csak megvette a Jojo ezt a számot. Most... Ennyi ember így felismerte, és csak így mindenki odafutott, és így meghalmazza egy szegény. Kit? Csemény ilyen TikTok. Ja. Halljátok, azt írja valaki a csetem. Ez egy gyilkostó? Igen, én is azt mondtam az előbb, mert ott előrébb is volt. Azt mondta a Kecske, hogy a Jojo már... elmondta egy interjúban, hogy most mondta el nemrég, hogy egy viccből íródott ez a szám. És hogy ez csak egy marketing meg vicc volt. De hát... A számra nem ezt mondta, hanem csak az egész a táncra mondta ezt, amit felrakott. Én látom ezt az interjút, és a táncra mondta TikTokra, mert ilyen nagyon ilyen hülye TikTok táncot rakott fel hozzá, és abból lett az egész mém, ahogy táncol. Mert és akkor táncolt meg ilyen. Rángatta magát, és erre mondta, hogy hát hogy direkt volt ez, mert tudta, hogy ezt TikTokon fel fogják kapni. És én mindenki ezt a táncot parodizáltak idején, mert nem láttam, hogy a számra ezt mondta. A klipbe is ezt csinálja. Hát amúgy. Igen, amúgy.
Csobot Adél nem nagy kerülé? Azt hiszem, de. Megtaláltam, ez lett a fel. Nem az, hanem hogy fűszag vagy tószag. Ja, hát nagyon friss illat van. Amúgy nincsen ilyen adott, tehát nem érzem azt, hogy fű vagy tó illat lenne. Ami mondjuk érdekes, hogy miért nem érzem a tóat. Ilyen simán csak tiszta, friss illat. Elvileg itt a környék nagyon-nagyon oxigéndús, ugye a fák miatt. Szegény Atti még a szülő napján is bántják. Igen, a szülő napján kell főleg. Sólyom az? Gyilkos kullancs. Tarantulla? Annak jobban örülnétek? Bokszázlábú. Na, az a kundarítól. Nagyon jó, kucskaringós, menjünk! Húsikám! Hiányolnak nagyon, meg én is. Nagyon elő vagy egyedül, nélkülem. Mi a baj? Nem akarsz streamben szerepelni? Most nincs kedvem. Szó szerint? Ez miért vagyok én? Ja, mert egy farkas! Kis farkas! A hangyák mindenhova követnek, halljátok a szálláson és a szobánkban hangyák vannak. Konkrétan hangya boly volt a szobájukban. De ez nem egy kis merve. De cuki. Nem. Ez az. Vajon miről kapta a nevét? Klaus szomorú? Szerintem nem. Csak most nincs kedve szerepelni. Ami tök értető, mindenkinek mondtam, hogy mert ez elsősorban ugye nem a stream miatt jött létre ez az utazás, hanem kirándulunk, barátok, és mindenkinek mondtam, hogy szóljon bármikor, hogyha zavarja a stream, vagy nem szeretne szerepelni, vagy zárjam le a streamet, vagy bármi. Ez nagyon... Tényleg egy jó kérte kacsa! Ez nagyon faszán néz ki, ez a tó, várjatok, lefotózom. Mekkora tócsa! Ez nagyon tetszik nekem, ez a tó. Igen. Aj, de az a baj, hogy az iPhone-nal nagyon én néz ki. Ezzel a telóval akarom lefotózni, amiben streamelek. Ez kicsit adna a stream. Ja, jó. De te lefotóztad, nem? Igen, ez mini gyilkostó. Ez nagyon tetszik az nekem. Az a rész, ez nagyon tetszik, és tök jól lesz lefotózni. Na, hogy tetszik erre nektek? Jól néz ki? Mi van? Mit csinálsz? Ja, némítani szeretnél? Nem. Engem miért nem hiányoltok? Én is itt vagyok. Amúgy tényleg csak Klaus. Azért, mert te folyamatosan szerepelsz. Amúgy nem is. Anya, úgy velük kevesed. Amúgy a házi megint próbált szivatni, hogy Atti, mi az a fekete bogár a hátadon? Igen. Itt vannak a helyi rovarok, a sóféreg, a sólény, és a közönséges fátyolka. Aszta. Ez nagyon érdekesen néz ki, ez a sóféreg. Mi van? És akkor abban a sós vízben ezek vannak? Igen. És fel tudnak a segjükat? Nem fürdünk benne. Egyetem adom. Ja? Aha. Évrágféle szinte minden sós vízben megtalálható. Ó, akkor a tengerben is színünk a vízben oldott oxigén és sok koncentrációjától függ. A domináns színforma a halvány piros. De hát itt fehér. Súlégy. Menő. Fúj. 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 Na, ez amúgy nagyon, nagyon menő néz ki, ez nekem nagyon tetszik. Ja, mert itt egyébként az iszap is gyógy hatású, ugye? Ezt olvastam a neten, hogy ott a medve tónál, az is, bár nem tudom, hogy, mert tök mély elvileg, de hogy az iszapot is így magukra kenik az emberek. Gondolom a part szérén. Ja. Szia, Kett! De vártam ezt a streamet, remélem tetszik Erdély, majd Marosvásárhelyre leszek nagyon kíváncsi, hogy tetszik, ott tanulok. Tényleg, Kett? Azt ad a menő, mit tanulsz? Lehet, hogy megkérdeztem, akkor bocsi. Amúgy, pont ezt beszéljük, segítsetek egyébként, Kett, mert ez a város nagyon tetszik nekünk, és lehet, hogy tovább maradnánk, viszont akkor nem biztos, hogy maradna Marosvásárhelyére idő. Mindenképpen elmegyünk a Bencéért, ugye? De hogy nem tudom, én megnéztem a neten, és hogy ugye eléggé felkapott város, de hogy nem nagyon láttam olyan részt, ami esetleg minket érdekelne. Például egy
ilyen helyért mi oda vagyunk. Az, hogy most Mátyás királynak ott volt háza, hát megnéztem képen, egy fehér ház, tök oké, hogyha valakit érdekel a történelem miatt, vagy bármi miatt, viszont minket ezek a helyek nem igazán érdekelnek, és hogy van-e olyan hely, ami szerintetek, és ugye Erti is hoffos, mert úgy voltunk vele, hogy az van otthon is, és ugye érdekel-e titeket, vagy mi? Tudtak-e mondani olyan helyet, ami esetleg érdekelne minket? Ha stream miatt túlórázok, majd utána megyek haza? Asztal van ez! Nem semmi. Számítás technikát? Na, király. Nem szereted annyira? Miért kincső? De mi van kincső, akkor te Segesváron laksz? Fotózkodtok? Ez valami eszméletlen gyönyörű. Azt a mindenit. Ez brutális, hogy hogy tükröződik a víz. Majd mindjárt közelebbre megmutatom, hogy befejezték a fotózkodást. Addig amúgy meg akarom nézni, hogy hány százalék a 45 még mindig. Mi van? 45-ön kezdtem el? Karma's Beach. Merciek megpihentek. And should I know better. Viszont? Mi van? Nem tudom lejjebb húzni. Bájdó! Én is jobban szeretem a természetet, mint a városokat. A városokat is szeretem, csak ott nem tudom, az nem olyan, mint mondjuk Temesvár. Temesvár nagyon tetszett. Megjöttem a kedvem a túrázáshoz. Na, az szuper! Szia, Brixi! Örülök, hogy tetszik. Székelyudvarhely, bocs, nem láttam. Szóval miért nem szereted Marosvásárhelyet, kincső? Nagyon szép hely, örülök, hogy tetszik. Mivel mentetek? Kocsival? Két kocsival jöttünk. Na, várjátok. Befejezték a fotózkodást, szóval megnézzük ezt a helyet közelebbről, mert ez valami jó apukám. Ha oda nézzetek, hogy tükröződik. Várjál, beviszlek titeket, figyú. Hogy tudnám ezt jól megcsinálni? Próbálok titeket bevinni, de... Hopp! Így, visszatükrő. Aha, tudtam, hogy nem fogja bírni a stabi. Nagyon hülyén fogtam. És tudtam, hogy megőrül. Bocsánat. Itt mondjuk lehet, hogy én is szeretnék egy képet. Elmentek a többiek. Jézusom, bele ne hegyts a vízbe! Nem, nem, nyugi. A nagyon erős mágnes tartja. Ja, a szívinfarktus, az hittem bele, esküvizol a kamera. Nem, nagyon erős mágnes tartja, csak ha ilyen hülye pozícióba fogom a stabilizátort, akkor így lefordul a stabilizátor feje. Vagy nem tudom, hogy mondjam. Dangerous woman. Nincs ott semmi. Na, ugye? Én is azt láttam, hogy nem nagyon értem, hogy Marosvásárhely miért annyira híres, amikor nem nagyon van ott semmi. Nagyon csilles, nagyon tetszik. Azt tudok olyan volt, mintha mögöttem sétálnának, pedig senki nem sétál mögöttem. Kell olyan... Oh, igen, kell Karma's Beach-es blurb. Jó. Kétszer voltam Szovátán kirándulni, tényleg nagyon vagány, nagyon fura úgy nézni, hogy mit jártam. Csinálunk rólad? Jó. Fotózzatok. Várjatok. Bence! Szia, Bence! Nagyon szépen köszönöm a szabot. Ott veletek. A Bence mindjárt jön hozzánk. Na most, várjatok. Meg ott? Kék a fejem. Szóval Bencér megyünk ma. Egyetemem a Marosvásárhelynek? Na de látom, nem nagyon írtok ti sem mást, hogy mit lehetne ott megnézni. Úgyhogy lehet, hogy inkább itt nézünk meg, mert vannak még itt valami paloták is a tavakon kívül. Annak nagyon örülök, hogy egymás mellett vannak a tavak. Bitóhoz. Mi újság, Bencus?
Klaus mellett. Ez nagyon durva. Azt a... Figyeld, Svánker, a Barbie szájából, hogy szőrös kolbászokat fog enni az étteremben. Oksi. És ez minket nem érdekel. Jobban jártok, ha arra nézelődtök. Mert mind merre, Barbie? Semmi, lefürödtem. Mostan kipakoltam cicákat, eladtam. Micsoda? Elláttam, gondolom. És most kajcsizok, és várom, hogy mehessek a reptére vissza. Igen, mert hogy a Bence most érkezett ma Kóreából Budapestre munkahelyéről, és most ugye megy Marosvásárhelyre, mindjárt repülővel indul, hogy ugye itt lehessen velünk. Parajd is nagyon szép, a Sóbányával szemben van egy teraszos étterem, próbáljátok ki az oldrast. Nem megyünk Parajdra, mert az messzebb van még innen is. Ez a max messzeség, ami, vagy belsőség, hogy mondjam. Tehát, hogy ennél bentebb nem megyünk Romániába, vagy Erdélybe, hanem Tordai Sóbányára fogunk menni, mikor megyünk Karinékhoz. Na jól elhagytatok egy... Basz meg, de megijedtem, Balú. Jöhetek, Barbie? Aha. Jó. De Méri, elláttam a tért? Hát csak ugye ékezet nélkül, és akkor eladtam. Csak ugye, igen. Az két, tehát két tével írta, mondjuk az elad Talmanz meg DT, de azt hittem, hogy elírta az eladtamot, és na, mi van? Tordai Sobennyel a tordai hasadékot, oda is megyünk, oda is, csak ezt nem fogom streamelni, mert a tuti nem lesz net. Mindenképp érdemes Tordára is ellátogatni hasadék. Igen, a hasadékot azt várjuk a legjobban. De még várjuk amúgy, hogyha van esetleg ötletetek, bár lehet, hogy már nincs rá időnk. Még ugye a hasadékban, tehát hogy a holnapi napunk úgy néz ki, hogy Sóbánya, Tordai Sóbánya, és utána Segesvár. És szerdán összepakolunk a szállásról, elmegyünk a Tordai hasadékhoz. Azt a kurva mekkora szúnyog volt rajtam. És utána elmegyünk Nagykárolyba a Kerinékkal leszünk este, és csütörtökön fogjuk megnézni Nagykároly városát. Úgyhogy hát Nagykároly várost, és ott fogok még streamelni. Tordai hasadék nagyon szép, én imádtam. Ennek nagyon örülök, többen írtátok, úgyhogy alig várom, hogy lássuk. Segesvár a legszebb. Akkor szuper helyeket néztünk ki, ennek örülök. Meg igazából arra vágytam, hogy tudjátok, annyi ilyen zöld terület van, ami nem... feltétlen erdős, de hogy ott is sétáljunk. De nem tettem semmi olyat, de igazából a kocsiból folyamatosan azt láttuk, amíg ide jöttünk 2,5 óráig. Ilyen dimbes dombos, meg sík, meg mindenféle hegyes rész, mindenféle zöld, annyira szép helyekkel jöttünk, meg a falvak is nagyon cukik, tehát tényleg nagyon-nagyon szép Erdély. Nem lesz ott több stream végül. Szerintem. Nem lehetne mikor, mert ma is későn megyünk a Bencéért, és éjfél után érünk haza a szállásra, szóval nem tudom, a holnapi nap hogy alakul. Tordai hasadékot imádtam, van egy Trilorin pálya, azt is ajánlom, hogy próbáljátok ki. Az mi? Van ez. Nem bír magával. Na, várjatok. Adom egy kabarbék. Ide jöttek? Vagy még sétáljak? Igen. Majd szeretnék én is ott egy képet, ahol a Klau. De ő ott csinált. Ott, aha, mert csak nem tudom, nem volt nagyon árnyékos, mert most ide süt a nap. Hát meg tudom mutatni, hogy milyen lett. Jó. Csak hát lehet, hogy most már máshogy áll a nap, nem? Igen, de amúgy nem volt rossz, ilyen volt a klaura. Azt a fullos képek. Igen. Tettem a cset neki. Most nem látom, hogy látják-e.
Látják? Igen. Akkor még ott sütött a nap szerintem. Mindjárnak a csajok, csak a... Akkor csinálunk? Aha. Korond, azt nem is ismerem azt a települést. Ja, ez egy településnek a neve. Azt írták, hogy nem akartok Korondra jönni. Hát ő nem. Nem ismerjük. Meg nincs időnk sajnos, így is eléggé... feszített a tempó. Igen, telített a programtervünk, aztán... ja. Ki ez a díva? Én vagyok az. Ja, szerintem Klaura mondták, de ja, mondjuk te is lehetsz, akár. Ja, halljátok itt az erdőben, kiújult az allergiám, én nem tudom, hogy mit vannak a levegő, de folyamatosan folyam az orrom, és nekem otthon semmi bajom nem volt. De amióta átléptük a határt... Igen, folyamat, halljátok, elfújt mehetem. Már, vagy száz sepit. Hát igen. És tegnap így vezetett, és mi vagyunk Laura a Passenger Princess-ei, és akkor így mondta, hogy van egy sepitek, és mondom, szerintem elfogyott. Én és az ugye, de baj, akkor szabból veszem a levegőt, de aztán találtam neki. Nézd, van itt rólad egy raj. Ide amúgy lerakhatom? Ez mi? Ne, ez valami elektromossági dobó. Hát és nem lehet rárakni. Nem tudom, fogom nyugodtan a kezembe. Szerintem egy elektromossági. Most így kisül az egész. A csetem mindjárt leírják. Szerintem biztos rára. Miért ne lehetne? Rá van írva, nézd, hogy elektromos, veszély. Hát de a dobozra miért ne lehetne rárakni? És elkezdett zizegni, ahogy felé emeltem amúgy. Ne ragd már oda, de én nem tudom fogni. Na, add ide, megfogom. És bum, felrobban. Na. Dobozt nem fog kisülni. Soha nem lehet tudni. Főt popó lesz estére. Na most fotózol, vagy most mi? Most csak beállítottam a streamet. Ja. Főt, ezt írják. Amúgy hogy vagytok? Igen, amúgy mizu beletek csak, hogy vagytok? Na nézzük, innen fotóztam a Klausról. De jó. Várjatok. Ja, benne vagyunk? Nem. Elnézést, ezen mi történt? Azt nézzétek. Mi van? Csodálatos kép. Na várjatok, fotózgatom még a Mariankát. Az egyszerű. De amúgy a stream nem látszottak egyáltalán. Nem a képen gondoltam. De szép a Mariánka. Nagyon jó. Még... ez mi zenélt? Uha. Itt a Bence, szia! Szia, Bence! Itt van, igen, feliratkozott. Nem is tudtam. Szia, meg megnézve. Na, jók lettek? Nem tudom. Nem. Hát nagyon nem, az a gond. Nézd. Ah, jó. Köszi szépen. Láss le, Bence. Itt vagyunk. Húzi, legyél már velem is egy kicsit. Hát te legyél velem. Tehát nem tudom. Majd nézd, Rima. Kudaszáj! Kudaszáj! Arigato, kudaszáj! Osake, kudaszáj! Itt vagyunk mi. Átvettük a streamet. Te mit csinálsz? Nem tudom. Ez a... Látjátok, hogy ez a vízé van rajtam? A... terenyolos felső, és egy kicsit úgy érzem magam, mint egy férfi. Magyar, tankolok is. De hát a Claudia mindig tankol, ez mit akarsz rá mondani? Nem, csak annyira nem szoktam meg magam felsőbe, hogy... pedig jól áll. Hát, jó kis felső. Inkább amúgy tudod, nem lennék, szerintem nem áll jól annyira, de hogy kényelmes. Hát és most az a lényeg, akkor a túrázások közben, képzeljétek el, fog menni egy szorosba is, amiről milyen véleményed? Nagyon nem várom, gyerekek, én tényleg... tehát oké, azért is, mert súlykorlátok történnek, de... mi az, hogy súlykorlátok történnek? Ezt hogy érted? Hát ez a testképzavarom. Tudom, hogy 5 kiló vagyok, csak mindig így közelnek érzem magam. Mi? Nem, szóval, hogy... na, ja, lény, azt hittem, hogy nem tudom mozgatni, elmozdul. Amúgy ez nem tudom, mert jönnek ez a cuccajatok, nem valami jó. Nem, na igen. Na, szóval... na, szóval nyilván azért is, mert hogy nagy darab vagyok, utálok túrázni, de amúgy, mivel én soha, szóval nem is olyan családban nőttem fel, ahol ez szokás volt, azért ne tudjátok meg, hogy tudok szenvedni egy ilyen túrán. De amúgy ez így oké, és mert itt leülögetünk. De most eddig egyáltalán nem szenvedtél most. Nem, most teljesen nem. Laza a tempó. Na, eljöttek, csak elengedjük a kisbabásokat. Nem úgy nagyon szép a hely, nagyon tetszik, halljátok, a legfinomabb lángost, nem tudom ezt a szart irányítani, legfinomabb lángost tettük valaha. Amúgy nagyon finom. És a Barbie meghívott itt tűnnapi fagyira. Szűnapi sozati! Tűnnap. Úgyhogy mi együtt alszunk, és megkapja az igazi ajándékot. Este. Majd azt egyedül bontom ki, nem a streambe. Itt van a kamerciék is. Na, mehetünk? Nem akartatok elállni a zsákutca picit óvodat? Ja, jó. Milyen volt a sóhegy?
Ők nem nézték meg, én megnéztem a Klauban. Az a végén volt az. Aha, amúgy egy ilyen recés alakú kövek voltak, ilyen így végig, egy nagyon-nagyon magas. Amúgy írtak valamit, reagáltak a izémre? Hogy szép a sztorimra? De hogy vagy, nagy darab marmi pont jó, ez hülye. Alfa, ez, hát már találkoztunk élőben is, ne hazudj. Na, az hogy? De látod, hogy kurva. Várjál, nem, megoldom. Figyeljetek, most ezt megoldom. Így, nem, másik irány. Szépen. Így, és szerintem be van zoomolva, nem? Nincs be zoomolva? Nincs, az ilyen. Ja, jó. Ez egy telefonnak megmondják. Bence és Levi. Hát az, kit érdekel? Amúgy ez egy ajándék. Barbie és Attila. Ja. De azt kell együtt mondani. Bocsi. Valószínűleg mi volt a sztori. Mondja, itt van a streamen. Tényleg? Igen. Mizu Barbes? Hát semmi. Te mikor jössz már, az a kérdés? Ki? Bence. Ja. Elnézést, azt mondta. Bence? Igen. De úristen, rám, rám! De igaz, hogy nagyon jó. Rám! Maria, de fú, elfutott. Elfutott. Two Queen egymás mellett. Mi, Attila lány? Este 4:11. Csak azért nője a felsőm. Nem, azért, mert azt se tudod, mi van a felsődön. Nincs rajta másó. Ne. Attila. Jesszus Máriácska. De van rajtam. Nézd, megmutatjuk nekik a kettő ezeket a drágomat. Ja, ja, csak hogy kell megfordítani. Olyan gatyám. Ó. Leállított össze? Ó, ó. Mi csinálsz? Na most a jó. Nézd, kell olyan gatyám, hogy egy hosszú nadrág. Tökéletes a hideg időre. De ha egy kicsikét is levegőre szomjazik a lábam, csak lecsavarom, és amúgy azt így lelátszani, de most nem fogom, és akkor már egy rövid gatya. Okay. Szóval ez így tök jó. Gyönyörű. Nem tudom, mit szívsz rá. Igen? Most megfordul. Nekem nincs kedvem. Ó. Oh. Nem tudom. Ó. Oh. Nem tudom. Nem tudom cipzározni. Azért, de nekem nincs kedvem. Jöttek fel. De én nem akarok fel hegyet mászni. Mit mondják a csatban? Azt mondja, de nem maga. Tiltás lesz a tika. Hát, mert a seggedet itt mutogatod. Nem is mutogatom. Te szörnyedelem. Hát most magad. Téged. Magadat. Önt. Akkor nem mutatok be a Barbinak. Ja, mely az van? Na, fent van egy, Atti azon szeretném végig menni. Ilyen ismerd meg a természetet a talpaddal, izény. Ez a gyűlölöm, triggerá. Amúgy tisztának tűnik, szóval lehet, hogy én kipróbálom. Mezit láb. Hát még sose próbáltam ilyet. Atti, hol vetted ezt a gatyát? Most azonnal mondd meg. Los Angelesbe vettem. A jó Nike van! Store-ba, és Dubájba vettem! Nem meg, mert meg sem néztem az árát, és mikor fizettem, kiderült, hogy 75 ezer forint volt. Azt a büdös picsa! Megeszem! Ganóca? Szamóca. Ja, én nem hallok az a gond. Mikor mész külön most este? Na, ez a külött között magába, hát hol vettem? Bezdó, ez az. Az Andris megy végig, már veszi is. Mi? Tényleg? De nincs ingyen lábkontent. Ingyen feed content. Ja, most ez benne lesz a tévében. Ha nem szeretnéd, akkor nem? Ja, nem baj. Ja, nem baj. Mert most nem fogom felvenni a mezit lábadat közelről, hanem csak, hogy végigmész. Na, Setti, már mentetek ilyenen? Milyennek amúgy a hivatalos neve, Andris? Na, hogy mezitlábas ösvény ott a tárgyal. Ja, az mezitlábas ösvény. Elolvassuk, várjatok. Közben az Andris elindult. Szerintem amúgy nem tudok oda menni, mert szerintem cipővel nem lehet rámenni. I guess. Én agresszívan? De elolvassuk, hogy mi van ideírva. Addig veszem, hogy hopp, valami nehezebb részre ért az Andris, mert megtorpan. Ott meg táncolj közben. Mezitlábas ösvény Sebastian Knipp német természetgyógyász által kifejlesztett egészségmegőrző módszerre alapszik az ösvény más és más... De videózom végig! Na, más és más felületi anyagokból áll, melyeken mezitláb gyalogolva stimuláljuk a talp különböző reflexpontjait. Gyermekek számára különösen ajánlott, hiszen esetükben még nem alakult ki a lábboltozat, felnőttek számára is rendkívül egészséges, megakadályozza és javítja a lúdtalpat, jótékonyan hat a vérkeringésre, az immun és az idegrendszerre, erősíti az izmokat és megelőzi a viszerek kialakulását. A reflexzónák masszírozásával az összes szervet képes stimulálni, javítja az anyagcserét, az emésztést és a migrénekre is jótékonyan hat. Mi a szar? Én nem is tudtam, hogy ennyi mindenre jótékonyan hat. Közben az Andris szerintem végigment.
hopp, megakadt valahol. Azt hittem, hogy le lesz írva, hogy mik vannak ott, de nincsenek. Hűha! Réka! Nagyon szépen köszönöm ezt a gigarédet. Hát hello! Húha, most nem fogom látni szerintem a csetet. Mi újság, hogy vagytok, milyen volt a stream? Mi jelenleg Erdélyben vagyunk. A medvetónál, és azt veszük fel, hogy az Andris végig megy egy mezitlábas ösvényen. És mindjárt megint interjúzhatjuk. Ezeken a köveken meghalnék mezitláb for free. Igen, két nadrág, szóval megérte. Okos hétfő láb version. Na, milyen volt? Jó volt, érdekes volt. Melyik része volt kellemetlen? Nem volt kellemetlen, talán a toboz volt az, ami ilyen nagyon kemény volt. Ugye a kavicsok azok mind ilyen lekerekítettek voltak, vagy a kicsik azok ugye ilyen nagyon kicsik. Aha. Ami fura volt, hogy a fakérges az ilyen extrém puha volt, az így meglepett. Azt hittem a fakéreg az ilyen kemény dolog lesz, azta. De hogy ilyen puha volt. És ezt olvastad, hogy mennyi mindenre? Jó, én közben elolvastam. Nem. Lúdtalp, vérkeringés, immun és idegrendszer, erősíti az izmokat, megelőzi a visszerek kialakulását, reflexiók, masszírozásával képes stimulálni, javítani az anyagcserét, emésztést és a migrénekre is jótékonyulhat. Na, hogyha valakinek fáj a feje, akkor végigküldjük rajta három. Szerintem nem így működik, Andris. Várjatok, hát közelről is lessük meg. Azt mondja, tehát egyik se volt kellemetlen, azt mondja az Andris. Mondjuk ez... Ó, oh, bazd meg! I'm sorry, várjatok, chat! Menj végig kézen állva! Ja, jó, igen, én kézen állva megyek végig. Ennek mondjuk lehet... Amúgy, ahogy az én csak azért nem megyek végig, mert az én szerencsét ismerve belelépek-e egy szilánkba, vagy nem tudom, mondjuk. Ez szépen van tartva. Ami egy random játszótéren van, mert van olyan is. Magyarországon. Abban mondjuk semmi pénzen nem mennék bele. Szia, Black Sheep! Lego nem lesz az ösvényen. Szia, Boris! Szia, Ramina! Szia, Brigi! Szia, Réka! Szia, Vali! Na, hol jártok? Na nem megyünk tovább a tóhoz? De megyünk. Most magamat veszem. Van neki, és nagyon cuki. És fogtad? Nem, mert aludt, és hogyha felkeltettem volna, akkor óriási hiszti lett volna. De nagyon édes volt. Én egy ilyen kis baba, ugye társaságban. Most arról beszélünk, hogy babát akarok a társaságban. Mi van? Mi néha babáznak, előveszük. Itt van egy tó, azért jöttünk fel. Igen. Nem küldött értesítést a Twitch, sajnálom. Amúgy tegnap, fú, valami ilyen háromkor tudtam publikussá tenni a streamen. Úgyhogy ma is későn fogok. Tessék? Lehet, hogy még mindig itt van. Ne, csak nem ez a tó. A Bencos szerintem még itt van, igen. Ott van még, igen. Írta, hogy ő biztos nem ment volna végig ezen a mezitlábos ösvényem. Nem ment. Azt a mennyi békalencse. Melyik ez békalencse? Igen. Sóbe. Aha. Hát ez a pöty. Wow. Igen, itt vagyok. Szia, Bencus. Igen, nem sok jössz. Szia, Bence, puszillak. Vigyázz magadra. Szép. Jót repülj el. Ez a tó. Csak ne. Nem, nyugi! És majd látjátok, bántalmaznak! Nem is. Ordibálnak velem! Magnólia. Írta a Réka, hogy mi ment? Mert nem láttam a streamben. Szia, Róka király! Kiderült, hogy a lány is? Egy óriás fűvészkel. Tessék! Kiderült, hogy a lány. Igen. Székely udvarhelyem. Aha. Ez itt jobb. Kicsit most így bútolt az agyam, hogy milyen lányról beszélsz, mi van? Kincső, igen, aztán eljöttem. Szia, Mercike, én is puszillak, és köszi. Ez egy barlang, azt mondja Ati. Amúgy az a fa, érdekes. Igen, nagyon jól néz ki. Jaj, nem, Marian. Mit? Tehát ő hipohonda, nem fogja megnyalni. Ez egy sófal. Ja, hogy ez egy sófal? Dehogy nyalom meg? Létezik nyalni.
Hát de tiszta a dzsúva, megnyalnám, ha tiszta lenne. Ó, oh, that's what he said. Hol van tiszta rét? Ja, középen? Nyald meg te! De én nem akarok bemenni. Te kini legend vagy. Mész a csillámlék. Nem nyalom meg, mert nem merem megnyalni. Koszos. Koszos. Nincs ilyen számgól, hogyha feliratottak, akkor megnyalod. Azt a beszélt a domborban. Nem bántalmaznak, csak terrorban tartanak. Nem ugyanaz, igen. Van is üs. Itt is. Hát ez eszméletlen. Na milyen jó, hogy eljöttünk? Milyen gyönyörű. Oda megyünk? Hallod, Marian? Marian? Ez a tó, ugye mondtad, hogy milyen jó, hogy ide. Pontosan úgy néz ki, mint mindegyik, amit eddig láttunk. De nagyon jó, hogy de ez a rész, ez mennyire szép. Most ezt nem láttuk. Nem láttuk volna. És ebbe is mindegyikbe lehet. Ó, de kár, hogy nem lehet most fürdeni. De hát most nem lehet. De hogy alapban lehet? Hát ebbe szerintem biztos, hogy nem lehet, hogy van ilyen nádas cucca. De van lépcső hozzá, akkor... Mondom, nem lehet! Akkor most ez is egy út, vége út. Mi annak a neve? Zsákutca. Szia, krumpli. Igen, bántalmaznak. Nem találkoztunk medvével. Nyald meg! Na igen, a Merci kényszerít a nyalás. Miért mondok ilyeneket, és nem akartam ezt, nem így van. A Merci kényszerít a nyalás. Véletlenül mondtam így. Ez már a hot tap stream. Igen. Ott tiszta, mert ott nyalja meg mindenki. Fú, tényleg. Kell venni alkoholos filcet, és akkor feliratkozik, azt elérje magára a Merci. Igen. Amúgy azt írják, Merci. Olyan volt, mint egy rossz kisfiú, akire rászól a Merci. Azt írták, Merci, hogy azért tiszta ott, mert mindenki ott nyalja meg. Hát, ez nem igaz. Nem ja. Barbie nevetését kilométerekre lehet hallani, imádom. Andrés. Be. Mikorog? Hát mert azért, mert most nem lehet fürdeni a Dorian, de amúgy nyáron lehet, szerintem. Nézd, ők bátrak, és ők felmennek ott. Fel akarsz menni? Nem, és így, és akkor ott van egy kilátó. Mert én egyáltalán nem akarok. Jó, akkor mehetünk tovább. Amúgy feldugom a... vagy nem tudom, feldugja. Nem dugom fel. Semmi. De ez nem is mi csináltál? Ott van a kezedben, most szopad? Oda beesett. Most szop... Az egyik beesett. Nem mondom. A hálós gyűrű. Ezt nem hiszem. Mi az, hogy hálós gyűrű? Veszek meg egy másikat. Ami olyan, mint hogy ilyen látszemek lennének egyben. A Klau belejtette az egyik gyűrűmet. A Mercivel végignéztük, hogy lepattan a lábamra, ide, figyó. Ez... Mit? Beejtette a gyűrűmet! Ide a Claudia! Igen! Jó, de mennyi volt? Jó, ez egy H&M-es gyűrű volt. Na, akkor ne akkor most ennyire szomorú. Ezt nem mondjátok komolyan, hogy szegény Merci letérdelt egy H&M-es gyűrű miatt. Azonnal kérdezik a Merci. Hanem a gyűrű miatt sose térdelünk. Tudom, hogy a Merci! Én azt hittem, hogy a Merci rossz külön. Ezt szerintem! Adris, mi csinál? Nagyon meg akarjátok menteni a gyűrűmet! Nagyon cukik vagytok, de hagyjátok! Hát ez beleesett a tóba, gondolom, nem? Nem, még itt ilyen föld van, nézd. Igen, ilyen avar. Mi van a csata, hangozom, hogy... Hát röhögnek, meg hogy pánik, pánik! De miért vetted le? Mert meg akartam fogni a kezét, és nem tudom, mert szétnyomja az ujjam a gyűrűje. Na, jó, ez nem egy eljegyzési gyűrű ja, volt, gondolom. Nem, bele akartam rakni a zsebébe, de hogy ilyen lassított felvételkez esetben, nem is lehetett semmit csinálni, és lehúvacskének voltunk. Jó, hogy te végig nézd.
Valamilyen nem tudom. Mi meg arra vártunk, hogy a bar... Hol? Wow, sikló! Ott az anakonda. Eltűnt. Bement a víz alá. Eltűnt. Hát megijedt tőlünk. És az meg egy vízipók? Ott ugrál. Tényleg? Fúj, bazd meg, de gusztus. De tényleg nagyon nagy. Ott mennyi van? Ja, ezek mind... Fúj, amúgy tényleg undi. De miért undi, tök aranyos? Á, nem tudom, én nekem engem nagyon triggerelnek az ilyenek. Nem láttátok a vízipókcsod a pókon? De azt nagyon szerettem, hát az cuki volt. Nem fogsz átvágni, mert nem olyanok. De aranyos a... buborékfeneket nem a buborékfeneket, igen. Na várjatok, mert vissza kell raknom erre. Nem kell, köszönöm. Csak valamiért taszította a mágnes, de most jó lesz. Miért taszítja a mágnes? Mi történik? Hopp! Oh, ami ez tényleg olyan... Taszítja a mágnes! Olyan rossz pórusokat megszólal. Ezeket elküldöm. De ezt hogy érted? Hogy rossz pórus? Azt nem jelhet. Ez egy mágnes. Taszítja a mágnes. Nézd, de elpirulva elfutott, így csinált, hogy... De milyen volt a fejed, amikor megtörtént? Most jó, nem tudom, hogy eddig miért nem ment. Merci. Mert milyen volt a fejed, amikor beleesett a gyűrűbe? Azt írja, hogy nincs rajta rendesen. Most jó. És most hirtelen azt írja, hogy merül. Miért nem kap... Miért nem áll a helyére? Húha. Bocsánat, csend. Valami baj van. Merül? Azt ki, ezt nem hiszem el. Eddig azt írta, hogy maxon van. Aj. Baszkika. Hopp! Felé lett! Konkrét... Hopp! Mégsem! Mi a fasz történik? Wuuu! Felé lettünk, jó? Így? Nem? Mi a fasz történik? Jóó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 
kell állnom, mert megőrült a stabilizátorom. Megőrült a stabilizátorom, szerintem merül. Van nekem is. Hát ezen sírtam, ahogy kiabál az Ati, hogy Merci, nehogy letérte, és hány deves gyűrű miatt! Ez nagyon vicces volt. Hát persze. Igen, ugye Barbie, hogy kéri el? Mi? Hát, hogy összekoszolja a szép ruháját, mint elkérhetnéd. Kiakadtam. A Barbie ebben lesz ügyes. Mert a kocsiban hagytam a kábelt. Sziasztok! És kérdés, legyél ebben a karinéknál. Ugye van mosolyban megszárító. Igen. Lemerülünk? Hát elvileg csak ez a... Milyen fingom ennek a neve? Stabilizátor. Szia! Nyugodtokat is láttam, hogy itt vagy. Nem, ne már ezt nem mondod. Azt az első, állom, hogy valaki streambe jön. Sziasztok! Sziasztok. Neked pedig boldog születésnapot. Köszönöm szépen! Aztán, te itt laksz? És igen. Hol ne jössz? Mármint, hogy... Benne akartam ilyen streamben. Ja, de már benne vagy akkor. Barbie, először meg kell kérdezni. Ó, bocsánat. Bocsi! Hát lent lakom a városban, és feljöttem. De te futottál. Igen. Biztos, hogy legyünk, mert olyan gyorsak vagyunk. De és Frankon tudtad, hogy ennél a faszok is tónál állunk? Igen. De szarok. Fel is beli a piroskától. Hát gondolom volt itt többször. Mennyire tudod értékelni, milyen nagyon szép ez a hely. És ne is veszetted a stabilizáltal? Így nem annyira. Való? Ki ez a cuki fiú? Értem a turistákat, de én meg csak így elvegyek. Melyik volt a legszebb? Ez a központ, igen?
Hát van kinnép egy, az kinnép nekem azt. Azt láttad, hogy egy gyűrűt belejtettük a... Igen. Azt üzeni az alfejez, szedd ki nekik a gyűrűt! Lesz majd, hogyha megyünk? Igen, van egy lépcső felfelé. Na hát a lépcső! Hát valamit hagyik el legközelebb. Valaki azt írta, Merci. Zátor, ha van Merci keze. Gellért. Ja, Gellért. Nagyon jó név. Igen. Nagyon szuki vagy, hogy ide futottam. De és figyelj, mert te mit ajánlasz, hogy hova Marosvásárhelyen ilyen... Jaj, látod, hogy én teljesen lesokkoltam, mikor ez megtörtént most? Igen, ilyen volt. Oh! Akadozik a stream. Marian, megakadt a stream, azt írja. Ezt írtál valaki, két ember, ezt írta most. Akadozik, az miért pont ezen? Hát, nézd, nulla byte lett. Aha, látom. Így lemegy nullára. Felmész a hálószobában. Igen, kicsit akar. Na mindegy. Élőben tudjuk tesszállni. Igen, most... De most elvileg jó, nem? Ellopják. Egy pillanatra. A tetejére szerintem ott jó. Jó, igen. Mert Attika kezében van. Tényleg. Na jó, akkor sétáljunk odébb, és akkor ott biztos van. Ezen az egy helyen nincsen. Na, szabocs, igen. Én vásárhelyt úgy soha nem néztük meg, mi úgy turista szemmel, és nem tudom, hogy mi lehetne olyan érdekesebb, hát gondolom a főtér, múzeumokat nem ismerek. Aha, nem, az nem is annyira érdekel, igen. De a főtér az szép egyébként? Igen. Aha. Itt ilyen románus, de... Az mit jelent? Hát ilyen kommunista félig. Ja, aha, aha. És az én szememmel. Aha. Jó, köszi. Hát akkor inkább szerintem itt, vagy ja, és tényleg itt még mit ajánlasz? Mert olvasom, hogy vannak paloták, azokat érdemes megnézni. Olyan, amiből be lehet menni, olyan nincs. Nem, csak így kívülről. Kívülről vannak, ott a... Hát, jöttök? Ott a lenti, ott van az a körforgalom, ott van egy buszmegállás, ott ahol jöztök felfele már, ott vannak oldalt. Meg itt kinnébb, aha, itt az úton kifele, meg a nagyon sok szálloda, ami... Érdekesebb lehet. Aha. Jó, szuper, köszi szépen. Meg itt körbe hát. Na most már jó chat? Már jobb az internet? És ti akadozik. Érzitek a sós levegőt? Így illatra? Hát, hogy vagy... érzitek, hogy más a levegő? Hát, azt érezzük, vagy én azt érzem, hogy ugye tisztább jóval, mint Pesten, vagy úgy unblock Pest megyében, mert mondjuk ugye én Érden születtem is, vagy hát ugye Érden öttem fel, és ott sem tiszta a levegő, és így sokkal tisztább, de hogy így kifejezetten a sót nem érzem. Ott az a rész, na most téged megkérdezlek, ahol van egy nagy sótömb, azt szokták nyalogatni az emberek? Én nem láttam, hogy nyalogatnák. Na, akkor a Merci azt akarta, hogy csak én legyek az első, és utolsó ember, aki megnyalja azt a... Mert mondja Gellért, hogy nem... Nem látod soha megnyalni senki. Igen. Hát én nem láttam. Én sem csináltam. Mondjuk legalább, hogyha megnyaltam volna, akkor nem mások után nyaltam volna meg, ez egy jó hír. Ha megnyaltad volna, lehet melyik ott maradtam. Merci majdnem rávett. Már elgondolkodtam rajta. Mit akartál megnyalni? Volt egy sótömb ott. Nem is értelek, megnyaltam volna meg. Na, akkor erre kell most tovább mennünk. Szereti a sót. Jó, a Merci az éppen telefonál az öcsével. Ó! Oh. És ott ülnek, szóval azért, hogy ne kéne őket várni. Azért vártunk. Ja, jó, jó, oké, és... Addig beszélgessetek Gellért. És addig csináltok egy kérdet, mert 8%-on vagyok. Jaj, persze, persze, persze. Kutottam, mert suliból is. Vagy így együtt, vagy hogy szeretem? Elloptál suliból? Jó. Nem, most értem haza. Én udvarhelyen járok suliba. Ja. És onnan ingázok haza. És onnan futottam. Oh. És onnan igen. Igen. Na. Na, szuper, akkor csináljuk. Ti is benne lesztek, csinált a képen. Innen csináljuk. Jó. Várjatok. Ú, bocsánat. Jó, tessék, hát köszönöm szépen, nagyon. Nincs mit. Ez mi volt ez a csipogás? Megfogja ezt, please, valaki? Oh, ez a fejem! Hogy kezd megfordítani? Jaj, bocsi. Akkor nagyon jó, hogy megfordítani. Nagyon meglepődtem, hogy valaki ide is jön. Valaki jön ide, de miért? De miért? Hát ide nagyon sokan szoktak járni, nem? A lángos, hallod, olyan fullos volt. Fullos itt lángos terasz, volt, igen. Aha. Nagyon jó volt a lángos, tetszett neki. Nincs, puha volt. Jó, kis papa. Amúgy jó volt a fagyi? Nagyon jó volt a fagyi.
Veszem a töltőt. Ez a táskában. Ja, mit mutassak? Mutatom addig a szép szelet. Az is itt a teraszon. Aha. Igen. Nekem ízlátért, kérem. Van inni valód, hogy font ez? Meg a víz is. Mindjárt meg. De az előbb mondtam, hogy van vízem. Nagyon szanasőt már ez a réve. Azt kérdezték. Igen. Írta egy csajsz a kincső, hogy ő is udvarhelyi, és hogy kérdezte, hogy melyik suliba jársz. A gimibe. A gimi, jó, oké, akkor egy van. A másik ilyen gimi. A gimi az a neve? A giminek gimi. Az a neve, hogy a gimi. Ha, de tök jó egy ilyen. Most jó, amúgy nem laggolunk. Nem. Nem tudom. Köszönöm szépen, tényleg tőled is tudom. Szia, Mari. Nagyon rég nem alsóan sötét, bocsánat, felraktam tovább. Szia, gyönyörű vagy. De hát nem is mutattad magad, nem? De az előbb a fejem. Itt volt benne, látszódott a nagy pattanásom. Ki írta, hogy not him living my dreams? A kecske írta. Szia, kecske. Szia, Merci, és a kecskének köszönt, hogy hello, kecske. Szia, Merci. Megpusztultam, olyan szomes voltam. Gimiben nagyon komoly vagy, azt írta a kincső. Itt a Heki, szia Heki. És azt írta, hogy fáj a feje, és csak egy kicsit lesz. Akkor ide kell jönnöd, Heki, mert, és tőled ez tök közel van Pécstől, mert hogy itt a sónak jó hatása van, és szerintem a migrénre is. És ezen a mezitlábas sétáló cuccon is végig kell menned, mert az is a migrénre jó. Heki. Én kézzel, megkérdeztem, és nem szokták itt megnyalni a sót. Hát akkor nem volt igaz a senkinek a színben. Azt miért írta az Eszti, hogy Barbi szép vagy. Nem vagyok. Nagyon szép. Pécs mellett van pont, igen. Nagyon. Na. Gellért, mióta nézed, Marian? Hát a videóidat nagyon-nagyon rég, szerintem ilyen harmadikos, negyedikes korom óta. Azta! Tizedikes. Azta, de cuki vagy! Ritkán szoktam nézni, mert nem nagyon van időm. Aha. És most hogy vagy? Hát a barátaim szóltak, hogy itt vagytok, én meg felugrottam egyből. Igen, most amúgy 500-an vagyunk a streamben, szóval nagyon durva. Nem tudunk olyan embert mondani, akiért mi futnánk valahogy. Épp úgy nekeltek Klaudiára. De azért Gellért, te látszik, hogy ő sokkal jobban hajlamos a futásra. Így azért látod, hogy Marian Tápi összecsöntri, mert szépen te is odafut. Na, amúgy most ugye feldugtam tölteni a stabilizátort, ezt beraktam Klau táskájába, szóval most a kezemmel, amennyire próbálom, stabilan viszem a telefont. Amíg az Isten nem merül. Igen. Ki az új úr? Új úr! Gellért, egy nézőnk, aki látta a streamet, és ide futott értünk, vagy hozzánk egy képért megbeszélgetni. Mezitláb biztos. Aha, megcsináltuk, mert mondta, hogy bocsi, de, mert mi így toltuk neki a rizsát, és akkor mondta, hogy bocsi, de hogy csinálom képet, mert 800-on vagyok. Szép tó. Igen. Amúgy igen, Mati, nagyon öreg vagyok, hogy harmadikos kora óta néz, ez nagyon durva. Nem vagy öreg. Mati leöregezett. Ki vagy. Ez nem bannolod. Mi? Mati, igen. A gyerekek öregszenek, mi nem öregszünk. Ja, igen, ez így van. Vagy ez honnan van a táskád, azt kérdezik. New York. Fú, amúgy nagyon rég nem olvasom a csetet, ne arra gudjatok. Te Barbie-nak. Hogyha van bármi. És lehet, hogy egyszer élem a felsőmre. Azt a kurva! Azaz. Szóval, hogyha bármit szeretnétek tőlem kérdezni, vagy mondani, akkor írjátok le újra, mert a gyűrűs... Vagy fussatok ide, igen! A gyűrűs incidens óta nem olvastam a csetet. Hogy ugye... De már konkrétan 4 gyűrűvel indultam el, és már csak egy van rajtam. Annyit levett rólam a Klau. A többit akkor visszarakom. Egyet? Egy. Ő az öreg, mi ugyanannyik vagyunk, mint akkor. Így van, Alfenesz. Az egy tizedikes legényre nem mondjuk, hogy öreg. Hát a harmadikos énjéhez képest az? Méri, nem vagy öreg, csak tapasztalt. Ez nagyon rosszul hangzik amúgy. De illik a szimptomatikájába, ugye? Igen. Úristen, szegó. Egy blurb. Az mire való? Egy ilyen kopogás volt, ijeszteget. Szia Szegó, köszi a blurpöt. Amúgy mi van? Nem találom a másik gyűrűmet. De csak egy van, azt mondtam. Egy van rajta. Ja, ez már itt van. Igen. Megvan, igen. Édesem a gyűrűmet, ami az ujjamon van. Igen.
Egy gyűrű, mint felett, igen. Én ugyanúgy 24 éves vagyok. Csirkelőfutó. Ó, légy szaladagál valami. Igen. Ez kivót. De jól élmény lehet a sásznak. Nagyon cuki, mindjárt én is utalérem őket, csak annyira lassan megyek, tudjátok. Szerintem nem tudom, hogy lehet ilyen gyorsan menni. Neki is hosszú lábai vannak. Micsoda? Gay walking, miért az gyors menés? Én ezt nem ismerem ezt a kifejezést. Igen. Tényleg? Ez ilyen sztereotípia. A meleg emberek nagyon gyorsan mennek. Én meg ezt soha nem hallottam. Tessék! Na, autóval is erre arra menni ott volt. A szép tóhoz? A szép tóhoz? De tényleg szép. Hogy ez a kedvenc tavad? Nekem igen az. Aha. És ha felmegyünk, és csúnya lesz. Na, Barbie, te ide leülsz. Barbie kalandpark! Menjed el, kalandozzatok! Nekem mindegy. De kocsiba is el tudunk jönni, azt mondtam. Úgy is lefotóztak egy ilyen siklót, mint mi. Na, oké. Amúgy nem a legjobb. Ez ugye az a sikló? De meg ide el lehet menni kocsival, szóval most mindegy megyünk fel. Jó. Jó. Nem kell verekedni. Másik. Ez a következő állomásunk. Miért ez az erős ütközünk? Mindjárt körbeérünk, nem? Igen. Hát az ellen mindjárt, de... De... Hát ez egy domban kifele. Elhagytad a gyűrűm, Klaus. Kutyára, hogy kapsz újat, jó? Szerencsém, hogy nem vettél ilyen drága gyűrűm. De ezt most vettem. Nem baj, de nem baj. Nem is az. Akkor melyiket hagytam el? Kettő van ebből. Ja? Akkor a régit hagytam el. Igen. Akkor az nem is gond. Nem tudom a régit, vagy az újat hagytad el. A régi, ez le voltál koffa. Nyonyásan sétálgatsz, az konviki. Vagy hogy ki van festve a körmöt, szoktam néha. Menjetek, kalandozzatok! Kalandozunk mi? Igen, Csoki! Ez nagyon vicces. Majd, amikor megy a vége felé járunk, akkor felveszed a hátadra. Ez fordul is nagyon szép a gúny. Tök szép házak vannak. Bár látszik, hogy azért a turisták készítik. Tessék! Ott egy pillagó a padon. Hol? A padon, középen. Tényleg? Jó, a merci fél. Az árnyékod, akkor szerintem elrepülte. Jó, a merci fél a pillangóktól, szóval neki nem mondjuk. Hopp, megmozgatta a szárnyát. Ottan. Megpróbáljuk megnézni. De most bezárta a szárnyait, pedig nagyon szép volt, naposztatta itt. Szia! Nyisd ki a szárnyaidat nekünk! Nyisd már ki! Hopp, ott! Tényleg épp, hogy hozzáért az árnyékom, mármint, hogy érted, és azonnal elrepült szegény. De visszaszáll, ott van bal oldalán, előtted van. Igen. Ja, de jó, hogy van még valaki, aki fél a pillangóktól. Nem mondjátok, hogy vannak még, de ez hogy? Hogy lehetséges ez? Mert jó, értem amúgy, mert elmesélte a traumáját a Merci, és az amúgy parának tűnt. Merci más is írja, hogy fél a pillangóktól. Itt volt egy levideó, vagy nem volt itt? Tessék? Igen. Nagyon süket vagyok amúgy, nem, nekem is kéne Attival mennem, arra jöttem rá, hogy egész nap visszakérdezek mindenkire. Mindenkinek. Fú, amúgy nagyon szép helyeken járunk még mindig, és még mindig magasan van a nap. Lepkevadász Mária. Egyik ismerősöm a Katica repülő hangjától fél. Nagyon mondjuk ez vicces. Hát akkor ne hallgassa meg a rózsabogarat. Nagyon hangos. Az a poloska is hangosan repül. Bocsánat, erő egy képet. A poloskának igen, annak nagyon triggerelő egyébként a hangja. Azt a... Wowza! Very pretty. Nem, köszönöm, csak így erről akartam képet. Nem is képkészű rólatok. Na, engem nem zavar. Gellértem, hogy miért a kedvenced az a tó? Mi van ott, ami extra? Hát
maga a kalandpark, meg ott tényleg csendes, ott még nyáron is kevesen vannak. Amúgy most is nagyon durván kevesen vannak. Én is meglepődtem, hogy ennyire kevesen vannak. Alig találkoztunk valakivel. Most jött le ugye a húsvét, voltak most a magyarok, akkor lesz a román húsvét, akkor jönnek ők. Jön nekünk ma hamarosan a vakációnk is, aha, és akkor meg én meg fog telni teljesen. Most voltunk ugye Temesváron tegnap, és rengetegen voltak, mert előre nem tudtuk, hogy valami ünnepség van. De azt mondták, hogy nem húsvéti ünnepség, azt mondták a cseten, de közben meg mindenhol ilyen nyuszik voltak, meg húsvéti tojások, szóval nem értem. Marci, nem ijedtél meg? Ez most egy ijesztés, igen, akart lenni? De hát nem adták ki hangot. Hát meg az Ati videózott téged. Nem értem. Hát... Az feltűnő volt? Én igen. Na igen? A román húsvét az nekünk májusban lesz csak. Aha. Igen, igen, azt írták, hogy csettem. Akkor mi volt ott tegnap? Pont azt kérdezem, nem tudja. Szerintem csak ilyen előrehozott. Igen. De klassz volt amúgy, jó zene szólt. Hogy lehet, hogy ott csak ez egy átlagos vasárnap. Klassz. Klassz. Ez milyen tó? Ez a medvetó. Fúj, bolos, igen. Ez a medvetó. Na jó, de a rózsabogár az, mint valami helikopter. Melyik az a rózsabogár? Poloska, cuki, mi van, Mikasa? Jaj, azt hittem nagyobbat kell lépni. Na, Barbie! Nagyon büszke vagyok rád, körbe sétáltuk a tavat. Nem csak a tavat, hanem még jó sok már. Igen, ügyes vagy nagyon. Jó, és itt, akkor itt is van ilyen főtérszerű, ugye? Hát nincs annyi. Vagy nincs sem? Csak inkább egy központi rész, ahol aha, van egy ilyen tér, plac, műkív, ott le lehet ülni. De ez az, ami így erre itt van? Nem, az lent. Helikopter, helikopter, sajnye matot reba, párakopter, párakopter, tapasztás a neba. Jó, köszi. Akkor még lehet, hogy megnézzük a... Bár nem tudom, mennyi az idő? Ja! Hogy 6 óra? Akkor mennünk kell Marosvásárhelyre vacsorázni. Akkor felérünk és lezárom a streamet. De ez egy... Egy óra Marosvásárhely. Parbesznek anyja, hogy nem baj, nem szeret túrezni, legalább Barikkal van egy kis quality time, és ez a lényeg. Így van, meg látjátok, erre rá tudtuk venni. Meg jön velünk a szurdokhoz. Te voltál már a tordai szurdoknál? Igen. És milyen volt? Nekem tetszett. Na. Szerintem nekem is nagyon fog tetszeni. Kíváncsi vagyok nagyon. Különleges. És ott egyébként elég közel lehet menni autóval? Vagy oda is sétálni kell? Arra már nem nagyon emlékszem, mert még kisebb koromban voltam, de úgy hiszem, hogy igen. Eléggé közel. Aha, na szupi. Hol vannak a többiek? Mit lehet venni? Klaus hűtőmágnás! Aha! Hát nehogy már a medvetó! Nekem ez a medvetó, ez extrán tetszett. Mondom, neked ilyen uncsi progi már. Hát, igen, de most jó volt már én körbe jönni. De gondolom innen mentél, mert innen rövidebb volt. Igen, az erdőn jöttem kifele. Ja? Hello. Nem ilyenek vannak. Vannak szépek. Azt a... Mennyire puccas. Beszarok. Ez mind fa. Ó. Politikus... Izé? Hűtőmágnes? Valami jó mágnes? Hát... Kerámia. Annyira egyelőre nem tetszenek. Fa, fa a legtöbb, vagy mind. Központnál van egy Lidl, és azt kérdésen ott vettünk fagyit. És jó volt? Evi, köszi szépen 10 bitet. Igen, oda megyünk majd a sóbányába. Ott van esetleg olyan, ami nem fa. Mindegyik fa. Hát,
Hát én nem itt veszek. Nézd van, de nézd, Marian. Jaj, köszönjük szépen. Igen. Itt vannak. Köszönjük. Ú, ezek nagyon jól néznek ki. Kicsit bejebb jöhetek? Mindenképpen tetszik. Marian, neked van egy farkas. Farkasos, igen, ezt néztem. Ú, nekem meg van én undorító van. Mindenhol vinni kell egy hűtőmágnőt. Úgy menni, hogy jobban le. Csak nem látom. Köszi. Nézd, meg olyan nincs, ami a medvetó. Nézd, egy új gyűrű nekem majd. Gyönyörű. Amúgy ezek a gyűrűk tényleg jól néznek ki. Én erre gondoltam. Tudom, de ezek tényleg jól néznek ki. Választhatsz egyet. Tényleg? 18-as méret. Igen, rájöttem. Kártyámat el fizetni? Szuper. Na jó, most nem veszek gyűrűt. Fókusz. Na melyik tetszik, Klaus? Olyan kéne, ami rajta van a medvetó. Hát, próbálom úgy, hogy lásd. De ez egyik se olyan, hanem ilyen hegyes. Nem látok olyat, ami rajta lenne. Ó, nem jó bent a téreről? Akadunk? Akkor kijövök. Akkor Klau, te választasz. Én beválasztottam. Akadozik bent. Szállottam. Ó, bocsi. Mudi? Egy hím szarvas. Ez amúgy nagyon jó járód, és hogy átugrik a izén, a kerítésen. Hopp. Virág. Akkor Klaus, válasz egyet, jó? Mert nincs bent téreerő. Olyat vett az Ati, és amúgy ez jól néz ugyanazt ki. Ugyanazt választottuk, Klau? A Klauban mindig ugyanazt választjuk. Egy ilyen nyakla. A kalózos, egy kicsit. Most jó? Most jó a stream? Nem Klau választ, Klau fizet. Is. De mik vannak itt még? Azt nagyon sok minden van. Ati! Megtaláltalak téged. Menjek oda? Csak ellopod? Nem lopom, el visszarakom. Tessék, ez vagy te. Ami ez vág? De ne sikard már meg! Na ne lopjuk el. Na, lássátok, visszarakom. Az meg hol volt? Itt volt, halpár. Kapjátok fel az egész tartót ingyen hűtőmágnesek nekünk. Jó, akkor most jó a stream. Nem. Vegyél meg, Marian. Nem nagyon. Persze. Egy hűtőmágnes kisorsolás. Azt a mekkora ajándék. Nézd, mert egy Daniella. Jó, szerintem én ez egy nagyon jó ötlet. Szeretnétek csak a Daniela nevű macit? Egyik anya, itt a másik nekünk. Jó, szép, cuki. Szép, ügyes vagy. Kis atibuling, az sose rossz. Evi, kis atibuling. Bettina! Én mindenhonnan ilyen 3D hűtőmágnes veszek, mert kiskoromban mindenkinek hűtője tele volt velük, és irigyeltem tőlük. Amúgy nagyon sokan azt mondják, hogy a hűtőmágnes az olyan izi gáz dolog olyat venni, de én mindenhonnan viszek, ahol, vagy viszünk, de jó kristályok, ahol járunk, és szerintem tök jó, jó emlék, így ránézze, így minden nap, amikor kiveszed a párizsit a hűtőből, és azt mondod, hogy azt a tényleg, de jó volt a medvetónál. Nagyon szépen köszönöm a 65 bitet, Black Sheep. Van Claudia is szerintem. Nagyon szép lesz, voltunk ott tavaly, és nagyon tetszett a szúrdok. Na, alig várom. Nagy úrság. Ati, hallod? Egész nap azt szirogatják, hogy az egész streamet, hogy a szúrdok az valami gyönyörű. És a Gellértnek is tetszett. Tényleg? Kívülve túra? Hát én nem túráztam fel a tetejére. Ja, csak kívül. De várj, a tetejére mi sem, hanem ott csak az így. Az alján is lehet sétálgatni. Igen, hogy elvileg. És nagyon meredek? De hogy így, amint ahogy mondjuk? Ahogy kicsit huncut. Kicsit huncutul mondod. Nem, dehogy. Ez az. Az úgy, all the way. A Merci is. Tényleg itt van neked. Jaj, egy nagy dongó.
Itt a Levi. Mi is mindig veszünk mindenhol ezzel? Te csuki! Ez vagy te, Levente! Amúgy a Levi nem nézte tegnap, meg ma se a streamet, úgyhogy szégyelj el magát. Azért már alszik. Ja. Nem meredek, azt írja Brigi. Köszi, Brigi. Amúgy tök fura, mert elvileg 5 kilométer, de 3 órát írnak a túrára, és nekem az olyan soknak tűnik 5 kilométerre 3 óra. De szerintem felvisz ez az egész túra a tetejére is. Aha, lehet. De igazából az lenne jó, hogyha valahogy tudnánk tenni egy kört. Nem tudom, hogy ez olyan lehetséges-e. A dongó nem bánt. A dongó az csíp, nem? Mehetünk? Ú, na most nem fogom látni a csetet, mert feltem a napszemvegem. Na, most már pusztulgassunk tovább. Akkor most már Marosvásárhelyre megyünk? Yes. Vagy megnézzük a tavat, meg a palotákat még. Hát a palotákat semmiképp. Milyen bífed van a palotákkal, Barbie? Hát most már mindjárt este 7 óra lesz majd. Hát akkor menjünk. Akkor menjünk vacsorázni Marosvásárhelyre. Ne, amúgy vacsorázni sem akarok még. Nem, még korán van. Korán van még csak délután. Ja, most itt megálltunk, és akkor... Oksi? Na, itt tettünk nagyon fullas lángos sajátok. Ide gyertek lángoshoz, mivel nagyon fincse. Nem csak el, hogy mi legyen. Csak várjuk meg Attilát, és akkor üljek le az árnyomot. Ati, hol van? Nem maradva. Ati. Na, jól van. Én elköszönök tőletek. Kicsit oda megyek a tóhoz. Elköszönök tőletek, jó? Ne haragudjatok, de beülünk a kocsiba, és megyünk tovább Marosvásárhelyre. Viszont szerintem ott már nem fogok streamelni. Tudom, hogy azt mondtam, hogy fogok, de szerintem... Vagy streameljek? Nem tudom. Na figyelj, töltem a telón meg minden cuccomat a kocsiban, és meglátjuk még, hogy van-e egyáltalán mit mutatnom nektek ott. Mert szerintem nincs egyébként. Köszi Evi a 4 bitet. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Tudunk valakit rédelni? Tud csípni a dongó? Please, dongó! Bocsánat, ha bármilyen alertre, vagy kommentre, vagy ilyesmire nem reagáltam, még gyakorolnom kell nagyon ezt az IRL streamelést. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Clickbait streamet akarunk. Szerintem nem lesz ma már, vagy ilyen 70%, hogy nem lesz ma már stream Marosvásárhelyen, de ha lesz, akkor ki fogom írni Discordra is még. A ti is elköszönt tőletek. Úgyhogy van ötlet, hogy kit rédeljünk? Sziasztok! Köszi, Heki! Hogy tetszett nektek a stream? Mondtátok a Mariannak, hogy mennyire jó volt? Jó éjszakán tétszalag. Alszom másod ötkor. 6 óra van. 7 óra van. Mennyi az idő? Nem, 6 óra van otthon. Ja, otthon 5. Jó éjszakát nektek! Szeretünk titeket. És azt várom, hogy kit rédeljünk. Ja, én is nagyon szeretlek titeket, csak gyorsan megnézem. Közából. Nagyon rossz most itt a bény, semmit nem lehet. Voltál jó, a streamben volt a kis Öti. Köszönöm. Nézek gyorsan rédet. Ő? Nem. Menjünk Lacihoz. Ő is IRL streamel. Laci streamel, öt meg tudod fogni létszi, mert akkor csetre beírom. Várja, nehogy itt az is leállítam. Misinski Laci. Én most ellopom a csetet. Képzeljétek el, ez a tovább tök jó volt. Most nem soká menjünk Marosvásárhelyre, azt hiszem. Kicsit előjött a Nátham, szóval ilyen volt meg egész utalt, hogy én most elfogyok 100 millió zsepit. De amúgy minden jó volt, és várom a éttermezést, mik ezek a csábos tekintetek. Én csak nézek, csak belesüt a nap a szemembe, és megvakulok. A Maria mindjárt állítja a micsát, a rédet. Nem tudom, most mi van? Én is a tó. Micsátra, hogy réd, de nem indul el. Én is a tó. Amúgy képzeljétek el, hogy
Ati, most bocsi, de ne kezd be mesélésbe, mert elindul a réd. Ja, és jó. Nagyon szépen köszönjük, bocsi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ennyien, nagyon sokan voltunk. És találkozunk, hogyha ma már nem Marosvásárhelyen, akkor csütörtökön délután Nagykerőben. Tényleg nagyon királyok vagytok, hogy velünk tartotok ezen az utazáson. Sziasztok! Puszi, sziasztok! Csekkoljátok le a Lacinak a streamjét, jó? Igen, köszönjetek be! Puszi, indítom a rédet! Jó, és akkor még le kell állítani a streamet is. Most még hallanak? Most még igen.